Beköszöntött a jó idő, szabadtéren edzenek a spártanosok. A Szekszárdi Egyesület tagjai egész télen teremben tréningeztek, ott alapozták meg az idei versenyekre a fizikai állóképességüket. Most viszont szabadtéren specifikus feladatokkal készülnek a megmérettetéseken is előforduló akadályok leküzdésére. A csapatban vannak olyan tagok, akik már huzamosabb ideje járnak edzésekre is és a versenyekre is, de akad olyan is, aki csak pár hónapja csatlakozott a kihívásokat kereső egyesülethez. Azért választottam, mert az erőnlét nagyon rossz volt, úgy éreztem, és kellett valami, ami ezt egy kicsit megváltoztatja. Sokat ülök, sok az ujjam munkám, úgyhogy ez a mozgás az jót tesz nekem. És hát ősszel kezdtem, egész jó belejöttem, azért lihegek. A spártán részversenyek különböző távú és nehézségi szintű megmérettetésekből állnak, az 5 kilométertől egészen a maratoni távig akadályokkal tarkítva. A Szekszárdi Egyesület tagjai között nem mindenkinek célja a versenyzés, bár előbb-utóbb azért a többiek lelkesedését látva beadja a derekát és kipróbálja magát egy-egy akadálypályán. Hát a céljaim között kevésbé a versenyek számítanak, sokkal inkább, hogy az állóképességem legyen rendben. De azért az őszire benevezek a legrövidebb távra. Komlón azt hiszem ott lesz egy ilyen sprint táv. Idén februárban elrajtolt a spártán rész versenysorozat, aminek a következő állomása április 23-án lesz Észak-Magyarországon a Rakacatónál, majd októberben Komlón. Ezekre a megmérettetésekre készülnek most a Szekszárdi Egyesület tagjai Palotai Gábor vezetésével. Október 22-23-án pedig Komlóba lesz verseny, ott egy trifecta hétvége lesz, itt három verseny lesz egy hétvége alatt. Szombaton lesz egy bízt, az 21 kilométeres táv, vasárnap pedig lesz egy szuper és egy sprint táv. A szuper az 11 kilométeres, a sprint az pedig egy 5 kilométeres táv, plusz az akadályok. Itt ebbe a parkba a majomlétra az az alapja, az ilyen lógós akadályoknak, azon tudunk gyakorolni, meg ugye a köredzés, amit csinálunk folyamatosan. Ezekben a köredzésekben az a jó, hogy mindenki el tudja kezdeni, és annyit csinál meg az idő alatt, amennyit tud. Tehát a saját teljesítményének megfelelően tudja elkezdeni, és akkor így tud fejlődni folyamatosan. Van olyan a csapatban is, aki eljött edzeni, és csak azt mondta, hogy edzeni akarok, azóta már két versenyt megcsinált, tehát vonza. Tehát elkezd valaki csak edzésre járni, és akkor utána majd jönnek a versenyek. Palotai Gábor azt is hozzátette, hogy spártainak lenni jó lehetőség arra is, hogy feszegessük határainkat. A verseny során a fizikai állóképességen túl rengeteg múlik azon, hogy fejben hogyan tudjuk legyőzni magunkat. Az edzések és a versenyek, mint mondta, a mindennapok nehézségein is segítenek túllendülni.